annak van úgy joga. Ez egy nagyon erős szabály, a jogcsapás szabálya. Tehát amikor más viszony is van a két hajó között, például fedésbe kerülnek, úgy, hogy a jogcsapáson vitorlázó hajó és a balcsapáson vitorlázó hajó fedi egymást, akkor is a jogcsapás szabálya az erős. Egyetlen egy kivétel van, amikor ez nem igaz, az a lébója kerülés lesz, oda majd eljutunk, és akkor majd el fogom mondani, de egyébként minden más helyzetben a jogcsapás az erős. Ami nagyon fontos, és ennél a szabálynál erősebb szabály, hogy viszont az ütközést el kell kerülni. Tehát az útjogos hajónak is ki kell térnie, hogyha egyértelmű, hogy ütközni fognak, és sem még ezen tudja javítani. Hiába van nekem útjogom, bármilyen fajta, és a későbbiek során lesz szó más ilyen útjogról is, bármilyen fajta útjogom van, az ütközést el kell kerülni. Tehát a jobb és balcsapás. Ugye azért pont beszéltem itt a bumb állásáról, mert amikor hátulról kapjuk a szelet, akkor ugye nem kapjuk se a jobb oldalról, se a bal oldalról a szelet, akkor a bumbnak az állása határozza meg, milyen csapáson vagyunk. Ugyanaz érvényes rá, mint akkor meg tudjuk határozni, melyik oldalról kapjuk a szelet. Tehát, hogyha a jobb oldalon van a bumbunk, akkor a bal csapáson vitorlázunk, mindig fordított helyzetben vitorlázunk. Jó, ez eddig gondolom világos rémetszerű a történet. Van egy másik nagyon egyszerű és alapszabálya a vitorlázásnak, hogy az utolérő hajónak ki kell térnie. Tehát, hogyha hátulról valamilyen hajó érkezik, akkor annak ki kell térnie. Azt feltételezi a szabály, hogy aki utolér, az gyorsabb, és ő tud manőverezni. Gondoljunk el egy olyan helyzetet, én jártam ilyenbe, amikor még finningi vitorlázó voltam, és a magam három kis csomó sebességével átszereztem, akkor jöttek a tornádósok 15 csomóval keresztbe. Én balcsapáson mentem, ő jobbcsapáson jött, és üvöltött, hogy térjek ide, hova? Szóval magam három csomójával nem volt hova menni, ő meg jött a 15-tel. Tehát azért az egy szép feltételezés volt, hogy én majd eltérjek valahol. Nem tudok olyat csinálni, hogy ő ne tudja nekevenni, hogyha itt van az a feladat. De ezt félretéve, tehát a hátulról jövő gyorsabb hajónak ki kell térnie a lassabb hajó előtt. A harmadik alapszabálya a vitorlázásnak, hogy aki szél felől van, annak nincsen joga, tehát a szél alatti hajó az útjogos. És a szél alatti hajó akkor is útjogos, hogyha így van szél alatt, tehát nekem ahhoz közvetlenül alatta lennie. Tehát amint a hajók fedésbe kerülnek, abban a pillanatban lesz egy szél alatti és egy szél felőli hajó. Amikor fedés létesül, onnantól kezdve az egyik hajónak útjoga van, hogyha egy irányba mennek.